Jó napot kívánok, sziasztok! Bizonyára mindenki ismeri azt a régi, már elcsépeltnek számító mondást, miszerint aki nincs fent a Facebookon, az nem is létezik, ugye? 2019-ben ez a mondás megváltozott, elárulom, most már így hangzik, hogy aki fent van a Facebookon, az öreg. És tényleg így van. Öregszik a Facebook, legalábbis ami a felhasználók átlag életkorát illeti, de ez inkább Nyugat-Európára és az amerikai piacra jellemző, ahol ott van az a 25 év alatti új generáció, akik számára már ciki, hogy ugyanazon a platformon, ugyanazon a közösségi médiás felületen jelenjenek meg, ahol a szüleik és nagyszüleik vannak. És ők már inkább a Snapchat, az Instagram, vagy újabban a TikTok felé fordulnak. Igazából nálunk is megvan ugyanez a generáció, ez a 25 év alatti generáció, akik hamarosan kilépnek majd a munkaerőpiacra, és ők diplomásként majd lehetőleg egy startupnál szeretnének dolgozni, egy nagyon szexi munkahelyen, egy nagyon szexi pozícióban, de velük majd egy generációs konferencia foglalkozzon, vagy egy munkáltatói márkaépítő konferencia inkább. Mi itt ma öregek vagyunk, és egyáltalán nem akarunk szexik lenni. Úgyhogy foglalkozunk inkább a kék gallérosokkal, mert hogy nálunk ez a probléma annyira nincsen jelen. Ergo nincsenek generációs különbségek, vagy korcsoport szerinti különbségek már ami a Facebookot illeti, ugyanis nagyjából mindenki jelen van korcsoporttól függetlenül a Facebookon. Egy nagyon gyenge 5,7 millió ember ott van, és a legfiatalabbak is ugyanúgy használják, még mindig továbbra is a Facebookot, bár nyilvánvalóan az Instagram és a Snapchat azért használatos a fiatalabbak körében, de a legfontosabb, a kék gallérosoknál ez a különbség egyáltalán nincs meg, náluk még a legfiatalabb generáció is abszolút elsődleges közösségi felületként vagy online platformként használja a Facebookot. Ergo, nagyszerű felületet kínál a Facebook arra, hogy mi ott elérjünk egy hatalmas nagy tömeget, és ott indítsunk egy toborzási kampányt. Erről szeretnék én ma beszélni. Hogyan érjük el ezt a nagy tömeget, ezt az óriási generációs platformot? Mert hát nyilvánvalóan máshogy kell kommunikálni egy X generációs emberrel, és máshogy egy tinédzserrel. Valahogy meg kell őket fogni, ezért nyilvánvalóan szegmentálni kell őket, szegmentálni kell a korcsoportokat, és minden célcsoport felé más célüzenetet kell kommunikálnunk. Alapvetően ugye az klasszikus, hagyományos marketing megoldások esetében, ugye a marketing világon belül azt szokták mondani, például az óriás plakátok, vagy a tévéhirdetések esetében, hogy az arra költött büdzsé fele általában ablakon kidobott pénz. Csak senki sem tudja, hogy melyik fele. Mert hogy ugyebár nem tudjuk befolyásolni, hogy mikor, hogyan, milyen módon találkozik a felhasználó, vagy az átlagember a mi hirdetésünkkel, és nem tudjuk azt mi befolyásolni és kielemezni. Na hát a Facebooknál ez a probléma természetesen nincs meg. Gyönyörű célcsoportokat tudunk létrehozni, hihetetlen hatékony megoldások vannak, és nem csak az aktív, hanem a passzív álláskeresőket is meg tudjuk szólítani, tehát azokat az embereket is, akiknek egyébként nem jutna eszébe, hogy foglalkozzanak azzal az üzenettel, amit mi mondani szeretnénk. A nagy csoda egyébként, elárulom azt, hogy nincsen nagy csoda a Facebookon belül sem, tehát óriási titkokat nem lehet elmondani, mert hát a Facebooknak a platformja is állandóan változik, ami ma működik, lehet, hogy holnap már nem fog. A felhasználóknak a viselkedése is állandóan változik, az online trendek állandóan változnak, éppen ezért folyamatosan tesztelni kell, folyamatosan változtatni kell a stratégiát, de a legfontosabb az, hogy nem csak rövid, hanem hosszú távon kell gondolkodni. Nem érvényes már ugyanis az a tendencia, nyilvánvalóan a munkáltatói márkaépítés aranykorában, hogy csak azok a cégek vannak hosszú távon vagy állandóan jelen az online világban, akiknél rosszak a munkakörülmények, vagy magas a fluktuáció, nem csak azért toboroznak ugye a cégek, hanem azért, mert ők szeretnék meg hosszú távon is megjegyeztetni a márkát, nem csak az aktív, hanem a passzív munkavállalókkal is, hogy amikor eljön az ideje, akkor bizony megtalálják őket, és kézen tudják őket fogni. Éppen ezért az egyetlen csoda az, hogy meg tudjuk fogni ezt az 5,7 millió embert, szépen át tudjuk őket ölelni, és ugye leginkább a kék galléros munkavállalókra, de egyébként is ugye a marketing világán belül el lehet mondani, hogy a fogyasztókra, az emberekre igaz az a tény, ami általában az álláskeresőkre és a munkavállalókra is igaz,
Mi szerint fogni kell a kezüket, jobb, ha mi megmutatjuk nekik a lehetőségeket és irányt adunk, mert úgy könnyebben tudnak választani, és könnyebben meglátják a előttükre elő lehetőségeket. Erre nagyszerű lehetőséget nyújt egy hatékonyan rövid és hosszú távon felépített Facebook kampány, aminek köszönhetően ugye így megfogjuk az embereket, betereljük a mi marketing töltsérünkbe, és tudatos stratégiával felépítve, hatékony kommunikációval, szegmentálással és célcsoportok létrehozásával egyre jobban tudjuk őket szűkíteni úgy, hogy végül azok az emberek potyogjanak ki, akikre nekünk szükségünk van, akik jelentkeznek az állásunkra, vagy éppen alkalmazni tudjuk őket. Na de hogyan fussunk neki? A rövidtávú stratégia igazából három alap dologból áll. Az egyik a megjelenés, a másik a targetálás, a harmadik az elhelyezés. Ami a megjelenést illeti, a saját tapasztalataink szerint a kékgalérosok számára, leggyakrabban a kékgalérosok számára indítunk Facebook hirdetéseket és kampányokat. A tapasztalatunk az, hogy minél egyszerűbb, átláthatóbb, egyértelműbb, világosabb üzenetet kell nekik kommunikálni. Ez azt jelenti, hogy még abban is különbség van, hogy egy képet vagy egy videót teszünk például a hirdetésünkbe. Történt ugyanis nálunk, hogy készítettünk egy toborzó kampányt a Facebookon. Két opció volt, a kollégáim tesztként kétfajta hirdetést futottak. Minden egyforma volt bennük, ugyanaz a szöveg, ugyanaz a link, ugyanaz az üzenet, egyetlen különbség volt a két hirdetés között, hogy az egyikben egy fénykép, a másikban pedig egy videó volt. A Facebookon létrehozott videós hirdetéseket nem lehet letölteni, úgyhogy ezt nem tudom megmondani, ugye a baloldali a fénykép, a jobboldali pedig a videó, de látható, hogy ugye ott abban a fénykép mellett már grafikon szöveges üzenet is volt, és hát a különbség annyi csupán, hogy a videós hirdetésre a konverzió 3,7% volt, a fényképes hirdetése pedig ennek ugye majdnem a duplája, több mint 6%, tehát óriási különbség mutatkozott abban, hogy egy fényképet csatoltunk hozzá, vagy egy videót. Ennek leginkább az az oka, hogy általában ugye egy kékgalérosokra volt ez a hirdetés beállítva, általában az alacsonyabb iskolai végzettséggel, az alacsonyabb átlagjövedelemmel rendelkező munkavállalóknak nincs olyan és annyi internet hozzáférésük, hogy ők egy videós üzenetet is meg akarjanak, vagy meg tudjanak tekinteni. Nincs hozzá megfelelő eszközük sok esetben, és hát nyilvánvalóan nem nyitottak egy hosszabb üzenetre, egy hosszabb kommunikációra, az legegyszerűbb, legvilágosabb üzenetre van szükségük. Ami pedig a célzást, a targetálást illeti, a Facebook most már elkényeztet minket ezen a területen, régebben sokkal nehezebb volt célozni. Most már az iskolai végzettség alapján, a munkahelyen betöltött pozíció alapján is lehet célozni, sőt, akár a munkaadó működési területe alapján is, amivel ugye akár passzív álláskeresőket is szépen át tudunk érni. Vagy például, hogyha a szolgáltatás területén keresünk embereket, mondjuk a fodrászokat, vagy kozmetikusokat, akkor becélozhatjuk azokat az embereket, akiknek az érdeklődési köre például a szépségápolás. Külföldön dolgozó emberekre is rá tudunk célozni, azzal a célral akár, hogy hazacsábítsuk őket, vagy egy másik külföldi állást ajánljunk fel. Jó. Megvolt ugye már a megjelenés, megvolt a célzás, az elhelyezésnél is nincsen egy különösebben nagy titok. Annyit érdemes csinálni, hogy a legáltalánosabb hirdetési felületeket érdemes felhasználni a Facebookon és az Instagramon felül. Ugye ez egy cég most már, és több fajta hirdetési felület létezik ám ezen a két platformon is, de ugye a leghagyományosabb a Facebook hírfolyam, vagy az Instagram hírfolyama, és megint csak ugye a kékgalérosok esetében ott a leghatékonyabbak a megjelenések. Nyilvánvalóan lehet egyébként minél több hirdetési felületet használni ezen a két platformon is, csak akkor azzal számolni kell, hogy az több időt, energiát, több kreatív készítést vesz igénybe, és nyilvánvalóan sokszor felszabadulnak egyébként ezeken az egyéb hirdetési helyeken is szabad helyek, és akkor nagyon jó, olcsóbb licitten lehet ott megjelenni, de alapvetően a leghatékonyabbak a tapasztalataink szerint ezek a hagyományos hírfolyamban megjelenő hirdetési felületek. Jó, a rövidtávú stratégia alapján mi megfogtuk ezt a tömeget, ezt a majdnem 6 millió embert, és elkezdtük a töltsérünkbe beterelni őket. Már ott vannak, az első lépés megvolt, az első kontakt megvolt. Mit kell velük csinálni, vagy hogyan gondolkozunk hosszú távon? Nagy csodát nem árulok el, hiszen le van írva. Létrehozunk egy landing oldalt,
célcsoportok arra osztjuk szét őket, ezen keresztül, majd végül remarketinggel folyamatosan jelen leszünk, és a szemük előtt vagyunk a hirdetéseinkkel és a megjelenéseinkkel. Mondok erre egy példát. Volt egy olyan kampányunk, mely során az volt a célunk, hogy ne egyenesen a Workania-ra tereljük az embereket a Facebookról, mert hogy az volt a tapasztalat, hogy onnan aztán könnyebben elmennek. Ezért létrehoztunk egy landing oldalt, megint csak dizájnjában nagyon egyszerű, nagyon egyértelmű üzenetekkel, 5 kategóriára osztottuk, ahol egyből megtalálták, hogy milyen típusú állások közül tudnak választani. Volt ott külföldi munka, segédmunka, szakmunka, átlátható volt, lehetetlen volt elveszni, és már a kategóriákra kattintva jutottak át a Workanián azokra a hirdetésekre, ugye, ami nyilvánvalóan annak a kategóriának megfelel. Egy hónapig futottuk ezt a hirdetést körülbelül 80 ezer forintos büdzsével, és ahogy átjöttek az oldalra, nyilvánvalóan mi 5 célcsoportra osztottuk szét őket az alapján, hogy hogyan kattintottak és hova érkeztek, és ezekhez még további hasonlás célcsoportokat alakítottunk ki a Facebook mesterséges intelligenciájának segítségével, hogy tovább tudjuk ezeket a célcsoportokat működtetni, bővíteni. Az eredmények pedig egész jók voltak. Ugye ez alatt az egy hónap alatt több mint 6700 látogatót hoztunk a landing oldalra. Onnan több mint 60% ugye tovább kattintott már a Workania-ra, és 634 ember elköteleződött valamilyen szinten. Ez azt jelenti, hogy vagy regisztrált az oldalra, önéletrajzot hozott létre, állásértesítő, tehát a hagyományos munkavállalói hírlevelet létrehozta, tehát regisztrált, és már megfogtuk őt ezen a szinten, illetve ezen belül 236 ember egyenesen jelentkezett is valamilyen állásra. Na már most, hogyha azt a 80 ezer forintos büdzsét ugye szétszámoljuk erre a 236 jelentkezőre, akkor ez alig több mint 300 forintot jelent egy jelentkező, ami a nálunk hirdető ügyfeleknek viszont ehhez képest megfizethetetlen ugye a mai világban. Végül pedig nem mindig csak ugye egy ilyen átfogó kampányokat szoktunk csinálni, hanem ugye nyilvánvalóan az ügyfeleink számára egy-egy hirdetést is meghirdetünk, hiszen fontos az, hogy megtámogassuk sokszor, főleg a kék galéros, nehezen megszerezhető pozíciókat egy-egy Facebook kampánnyal. Erre egy nagyon jó példa a villanyszerelői pozíció, ami ma már tudjuk, ugye, hogy mennyire nehéz villanyszerelőt találni, és szintén ebben is két típusú kampány, illetve ugyanazt a kampányt futottuk, csak két verzióban, ott is látható, hogy ugye egy videós, meg egy képpel ellátott hirdetés volt. Már a számokban érezhető, hogy mekkora különbség volt a kettő között, de ugye két hétig futott ez a kampány, és több mint 40 ezer megjelenésből 17 ezer embert értünk el. És ugye nem csoda, mert fent van szintén a képernyőn 5 darab jelentkezőt sikerült találni ebből a nagy tömegből a villanyszerelői pozícióra. Na de, azok közül az emberek közül, vagy látogatók közül, akik nem a Facebookról jöttek, hanem egyenesen a Workanián kerestek állást, vagy a hírlevelen keresztül jutottak el hozzánk, esetleg a Google-n keresztül hoztuk volna be őket, azok közül az emberek közül 2 jelentkeztek erre az állásra. A Facebookon egy célzott, jó stratégiával ellátott toborzási kampánnyal még erre a lehetetlennek tűnő pozícióra is 5 embert tudtunk megszerezni. Úgyhogy igazából a végső konklúzió az, hogy a Facebook nagyon jó megoldásokat tud kínálni, a lehető legjobb megoldást tudja kínálni a jelen világban a toborzási kampány során, hiszen nagyon szépen be tudjuk célozni az embereket, és még a nagy tömegből is ki lehet szépen válogatni tűpontosan azokat az embereket, akikre nekünk szükségünk van. Úgyhogy munkaerő hiány ide vagy oda, a Facebook jelen pillanatban úgy tűnik, hogy ez a platform az egyetlen esélyünk arra, hogy segítsen nekünk ebben a csodavilágban. Köszönöm szépen!